Napjainkban a Széchenyi kártya birtoklása egyfajta szimbólummá vált, amely jelképezi a kártya birtokos vállalkozásának megbízhatóságát. A program nem más, mint egy mikro, kis és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció. Segítségével a pályájuk kezdetén lévő kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelekhez juthatnak. A Széchenyi kártya program 15 éves múltra tekint vissza, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi iparkamarában 2017 ében 6 hitelterméket tudtunk ajánlani a vállalkozóknak, a Széchenyi kártya folyószámla hitelünket, a készlet anyagvásárlásra felhasználható Széchenyi forgóeszköz hitelünket, beruházási hitelünket, amelyeken tárgyi eszközt vásárolhatnak a vállalkozások. 2 hitelünket kapcsolhattuk az elnyert uniós pályázatokhoz, ez a Széchenyi önerőkiegészítő, illetve a Széchenyi támogatás megelőlegező hitel. Egy külön szférát céloztunk meg az Agrár Széchenyi kártyával, hiszen az agráriumnak is szabad felhasználású hitelt tudtunk nyújtani. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara 2017-ben 460 Széchenyi kártya hiteligénylést fogadott be. Ebből 336 hitelügylet valósult meg, amelynek a kihelyezett összköltsége több mint 3 milliárd forint, mondta el Tóth Négecsei Zsuzsa. Hozzátette, a 336 megvalósult hitelügyletből 138 az agrárszférát érinti. A kamaránkban mindig az volt a feltétel, hogy a vállalkozók igényeit figyelembe véve, kisebb-nagyobb változásokat figyelme a konstrukciókban minél jobb konstrukciót tudjunk nyújtani a vállalkozásoknak. Ez volt 2017-ben is, hiszen egy nagy változás történt, méghozzá az, hogy minden hiteltermékünknek a felvehető hitelösszege 100 millióra emelkedett. Szintén egy nagyobb változás, hogy megnőtt a hitel felvevő igénylőknek a köre. A termékeinket igényelhetik most már egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, akár BT, KFT, KKT-k, szövetkezetek vagy RT-k, illetve emellett az úgynevezett egyéb vállalkozások is, illetve a szolgáltató magánorvosok, állatorvosok abban az esetben, hogyha megfelelnek a KKV-k alapfeltételeinek, illetve a Széchenyi kártya program üzletszabályzatának. A Széchenyi kártya hitelt azok a vállalkozások igényelhetik, amelyek legalább egy éve működnek, és nincs lejárt köztartozásuk, illetve hitelkölcsön vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozásuk. A vállalkozók hiteligénylésüket a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségénél és a KAVOSZ ZRT-nél tehetik meg.